Értéket adunk az időnek. Kedves, szeretett testvérek! Ugye gyerekeinknek, fiataljainknak mindig azt mondjuk, hogy hát nem akarsz felnőni, megkomolyodni. Hát szedd össze magadot, hogy viselkedsz, mint egy gyermek. Igen, mi azt szeretnénk a gyerekektől és a fiataloktól, hogy legyenek komoly felnőttek. Pedig ha körülnézünk a világba, szerintem túl sok megkomolyodott öregember van. Úgy tűnik, hogy mi úrunk Jézus Krisztus is sokalt azt a sok felnőtt, komoly embert, mert azt mondott, hogy egy fiatal gyermeket elé állított a tanítványai elé, és azt mondta, fiúk, hát ha nem lesztek olyanok, mint ez a gyerek, hát sajnálom, de nem fogtok bejutni a mennyek országába. Igen, Jézus azt szeretné, hogy gyerekek legyünk. És ezért gondoltam azt, hogy ezt a kilenced során egy kicsit gyermek Jézust állítsuk kör közepére, tőle próbálunk tanulni. Mert igaz, hogy itt is a szűzanya karján ott van a kis Jézus, meg karácsonykor is ünnepeljük a kis Jézus, de igazából egyetlen ünnep nincs a gyermek Jézus tiszteletére. Az 5-6 éves gyerek, aki odáll az anyukája elé, és azt mondja, anyu, kiengedsz focizni a gyerekekkel? Igen. Mielőtt a nagyisten emberé lett volna, azelőtt gyermeké lett. Vajon mik azok a gyermeki tulajdonságok, amik nélkül nehéz bejutni, benőni a mennyek országába? Több témát is megemlítettünk, ugye az elmúlt hetekben beszéltünk a bízalomról, az engedelmességről, beszéltünk a béketűrésről. Jézus nem borul ki karácsony estén, alig várja, hogy megszülessen, és mindenki visszautasítja. Senki nem kell belőle. És milyen szép, hogy Jézus nem szalad haza a mennyei atyához, panaszkodni, hogy na mennyei atyám, hát képzeld el, ott vagyok, már meg kéne szülessem, hát Józsefet senki nem fogadja be. Ott szegény szűzanyával, csacsi által döcsögünk, aztán végül egy istálóba valahogy megszületek, hát nem a mafla Herodes küldi a katonáit, hát kiborultam, hát nincs egy kis diazepán, hogy ezt én nem bírom idegekkel, nem? Milyen szép, hogy a mi úrunk Jézus Krisztus nem ilyen gyenge idegzetű. Belefér, menekülni kell Egyiptomba, sajnos menjünk akkor, nincs semmi gond. Hát így sok szép tulajdonságáról beszéltünk Jézusról, most a mai nap a növekedésről beszélnénk. Ugye azt írja a Szentírás, hogy 12 éves Jézus hazamegy szüleivel, szót fogad, és növekedett kedvességbe és bölcsességbe. Tehát én ezt az egy szót szeretném majd kicsit körüljár, növekedett. Látjuk a kis Jézus, piciként kezdte, fizikailag is növekedett, táplálkozott, szépen növekedett. Bízott az anyukájával, ő nem hozott valami mennyei mannát, hogyha majd a szűzanya oda kozmálja a tejbekását, akkor most mit eszek? Anyu ügyes, Mária nagyszerű, éhes leszek, ennem ad nekem. És tényleg fizikailag is növekszik Krisztus. De amúgy is növekedett emberségében, feladatához. Többször is mondja, hogy hát még nem érkezett el az ő ideje. Ennek vagy annak még nem ért meg oda, nem nőtt fel oda. Nyilvános működése előtt is ugye visszavonul a hegyre, 40 napig a pusztába, és készül a feladatára. Felnő oda, hogy azt meg tudja tenni. Az apostolai kiválasztás előtt is, hát készül, egész éjszakán imádkozik, gondolkodik, felnő oda, hogy döntsön. Szép.
bárhol nézzük az ő életét, azt látjuk, hogy ő maga is azt mondja, hogy majd, ha felemelnek a keresztre, akkor majd mindenkit magamhoz vonzok. Tehát azt jelenti Jézus, hogy tudja, hogy még nem váltotta meg a világot, hát idő kell ahhoz. Az apostolainak azt mondja, hogy legyetek tökéletesek, mint a mennyé atyám. Ez nagyon-nagyon fontos, mert ugye a legtöbb ember úgy gondolkozik, hogy ilyen vagyok én, ilyen a világ, ilyenek a románok, ilyenek a cigány emberek, ilyenek a reformátusok, mindig is ilyenek voltak, ilyen is maradt, s kész. Egy ilyen statikus világkép. Nem nézi saját magából se ki azt, hogy hát itt voltam, de nekiállok, s tovább fejlődök. Azt gondolom, egyik legnagyobb eretnegsége egy mai embernek az, hogy ezt a növekedést, ezt a kibontakozást kvázi visszautasítsa. Jézus Krisztus élete nem volt megváltás, idő teljességében Isten gyermeké lesz, és lassan-lassan felnő, hogy válaszokat adjon, tanítson, gyógyítson, elindítja a világ megváltásának a nagy művét, és elindul. A jó szellem, a szeretet szelleme kiszabadul a palaszból, és előre csak az apostolait, aztán mind több és több embert jár át. Hiszek én abba, hogy magamat formálni tudom. Ugye a gyermek, hát az kíváncsi. Az tudja azt, hogy hát jó lenne megtanulni biciklizni, meg görkorcsolyázni, meg úszni, meg csomó mindent, ő állandóan tanulni akar. Tudja jól azt, hogy ő ezt nem tudja, de nekiállok, és megtanulom. Ezért olvas. Ezért olyan kíváncsi a gyerek, kihúz minden fiókot, mert tanulni akar, vajon mi van benne. Kinyit minden könyvet, mert a gyerek ösztönösen érzi, hogy van tovább, hogy tovább kell lépni. Ez a kíváncsiság, éjség, ami űzi őt. Ezért barangolják be a gyerekek ház környékét, aztán mind távolabb és távolabb, hát kalandoznak el, hogy felfedezzék a környezetet, hogy becserkészszék. Vajon mi van amögött? Gyerekkoromban is emlékszem, valahol döngött a főt, hát ott a muszáj volt, nekünk ássunk, mert hát a kincs van alatta. Kíváncsiság. Ez a gyermeki tiszta kíváncsiság, ez a továbblépési vágy, ez a csúcsokat megmászni akaró szenvedély, vajon bennem van-e? Felnőtt emberből ezek úgy kiszoktak alunni. Jól valahogy van, ez van, minek változtatnánk meg a világot, magamot, meg egyáltalán, meg mindent. Hiszem-e azt, hogy igenis, saját magamot megváltoztathatom. Ugye, hisszük azt, hogy a tetteink, szavaink, cselekedeteink visszahatnak ránk. Holnap azzá válok, amit ma teszek, mondok és gondolok. Tudatosan próbálom-e magamat építeni? Vállalok-e feladatokat? Nekem akkora élmény, hogy árva gyerekeket nevelek, és hozzánk kerülnek ilyen-olyan kis gyerkőcök. Úgy sose felejtem el, volt egy kis fiúcska, elmentünk utána. Az anyukája egy utcanő volt, nagyon-nagyon szegény asszony, 16 éves, ott hagyta a nagymamánál. A nagymama beteg volt, egyszerű cigányasszony. Kérte, hogy fogadjuk be. Elmentem, és ott volt egy olyan pár hetes baba egy szőnyegbe becsavarva. Kibontották, hát hogy február volt, szegényke kék volt a hidegtől, de tetőtől talpig, hát hogy mondjam, kakás.
néztem a gyereket, úgy ölbe kellett volna venni, és azon gondolkoztam, hogy meg is kérdeztem a kolléganőtől, én azt hiszem Zsóka nevelőnőnek itt volt, ő volt ott, hogy mit tudnék megfogni ezen a gyereken, hogy ne legyen kakás a kezem. És akkor a nevelőnő azt mondta, fogjam a fülit. Persze nem a gyereknek a fülit fogtam, de úgy szinte most is érzem annak a gyereknek azt a pihe, puha kis testét, ahogy ott vibrál a tenyerembe. Felemeltem, megnéztem, és aztán félve, mert attól féltem, hogy nem, nehogy meghaljon, elvittem dévára, orvoshoz vitték, kezelték, minden. Ezt elteltek az évek, és nem is olyan rég, miséztem déván, és mind itt is ez a fiatal lányzó, hogy kiállt és elolvasta szépen Isten igéjét, ez a negyedikes nagyfiú is kiállt, és elolvasta Isten igéjét. Ültem a papi székbe, és potyogtak a könnyeim. Olyan jó volt látni azt, hogy hát az a kis törékeny, senki gyereke milyen szépen megnőtt. Kihúzza magát, és Isten igéjét elolvassa a híveinknek. Igen, hiszek-e abba, hogy lehet, formálhatom önmagamat és környezetemet? Vagy olyan jó volt most Csíksomjon a Szent István ház előtt megállni. Ez valamikor nem is olyan régen egy állami árvaház volt. Aztán az árvaház megszűnt, ott maradt, visszaadták az épületet a jogos tulajdonosainak, de jó pár évig üresen állt. Hát el lehet képzelni, hogy néz ki egy olyan épület üresen. Most is előttem van az a valamikor január tájékán adták ide az épületet nekünk. Nem kellett kulcsot adni, mert kulcs az nem volt. Bementünk, és hát minden nagy kasszárnya, hatalmas, lepukkant épület. És milyen szép, hogy most rendben van, hogy 100 gyerek játszik, kacag, tanul, hogy élet van benne. Hiszek-e a növekedésbe? Elmerek-e ültetni egy facsemetét, tudva azt, hogy abból nagy fa lesz? Utaztam a mikrobusszal, és egy kedves néni stoppolt, felvettem. És egy kis zsákocska volt, nála elkezdtünk beszélgetni, és elmondta, hogy menjen Sepsszentgyörgyre a piacra, dióbelet visz. És a néni olyan közvetlen volt, és azt is elmesélte, hogy gyerekkorában az ő nagytatája kivitte őket a kert végébe, ahol egy kis patak folyt el, és ültettek 10 diófát. Azt mondja, nyaranként öntözték, ott volt a patak, szépen növekedtek a fák, ő közben elment egyetemre, férhez ment, az élet elsodorta a szülőfalujából. És aztán, mikor nyugdíjba került, hazajött a szülőfalujába. Rendbeszedte a házat, és örömmel látta, hogy a 10 fából 9 még mindig megvan, sőt, hatalmas koronájú, nagy fák lettek. És azt mondja, atya, ha hiszi, ha nem, én minden ősszel összeszedem a diót, télen megtörögetem, ilyen fél kilós kiszerelésben, nájlonzacskóba rakom, és elviszem be Sepsszentgyörgyre a piacra. Azt mondja, még sose álltam ott egy óránál tovább, az emberek megveszik, elviszik, és én ebből az így keresett pénzből kiteleltem. Ebből a dióbél árából vettük a tűzifát, sőt az idén még egy kis disznyócskát is sikerült vásárolni belőle. Testvéreim, merek-e elültetni egy diófát? Merek-e ültetni egy almafát, rózsatövet házam elé? Hiszem-e azt, hogy az meg fog nőni? Gyerekek, szüleivel sokat veszekedek, mert ugye azt látom, hogy nagyon sokan szivaraznak, meg minden. Aztán múltkor az egyik ilyen anyukával, hát nem csak veszekedtem, hanem
Megnéztem a csomagárát, a szivarárát, amit szívott, 13 lej volt. Kimentünk a legközelebbi üzletig, és a kolléganőim vásároltak 13 lejre élelmet. Egy veknit, egy üveg tejet, egy húskonzervet, egy kerek sajtot, és ez mind-mind belefért egy csomag szivar árába. Azt gondolom, annyi ételt adtak arra a csomag szivar árára, amit én nem vagyok biztos, hogy egy nap meg tudnék enni. Igen, testvéreim, hiszek-e a növekedésbe? Merek-e odaadni csomag szivar árát 3-4 tégláért? És elkezdem-e gyűjteni kis otthonomra az építő anyagot? Hiszem-e azt, hogy igen, 3-4 ezer szóból hát már lehet beszélni angolul, németül. Neki merek-e állni minden nap annak az 5-10 szónak, hogy a franc egye meg. 365 nap van egy évben. Na minden nap csak 10 szavat tanulok meg. Évvégére megtanultam egy nyelvet. Merek-e nekiállni, álmokat szőni, terveket kovácsolni, és becsületes munkával azt megvalósítani. Ezen a földön egyedül Isten irgalma végtelen, minden más véges. Egy nyelvet megtanulni, sofőriskolát megszerezni, házat építeni, telket vásárolni, ezek mind véges dolgok. Ha nekimegyünk hittel, bizalommal, meg lehet azt oldani. Jézus Krisztus még abba is hitt, ez a világ elég nagy, lehet, hogy kell 1000 év, lehet, hogy 2000 év kell, vagy 3000 év kell, de az emberiség csak meg fogja tanulni azt, hogy sokkal jobb békébe, szeretetbe élni, mint háborúskodni és ellenségeskedni. És éppen ezért karácsony estén, mint egy kisbaba mert közénk jönni, mert tudta, hogy úgy is győzedelmeskedni fog. Mert előbb-utóbb csak egy pár embernek tanítom meg a szeretet parancsát, azok is egy párnak. Előbb-utóbb az emberiség megérti azt, hogy sokkal, de sokkal jobb békébe, szeretetbe élni, mint háborúskodni. Igen, testvéreim, milyen jó lenne, ha felragyogna ez a növekedés, ez a 5-ről a 6-ra, 6-ról a 7-re, a tovább lépés gyermeki szép erénye az én arcomon. Ha hinnék a változásba, hinnék abba, hogy jövőben nagyobb leszek, erősebb leszek, gazdagabb leszek. Adná az Isten, hogy ez a szép gyermeki vonás ott ragyogjon mindannyiunk arcán. Amen. Értéket adunk az időnek.